Ilyen elektromos robogóval felszerelt személyekkel találkozhatunk az Icsi-ligetben, a Jávor-Otto téren és a Palotavárosi tavaknál. Az úgynevezett parkőröket idén állítja szolgálatba a Városgondnokság. Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere elmondta, fontos, hogy a fehérváriak olyan parkokban tudjanak kikapcsolódni, amelyek szépek és rendezettek egyaránt, hiszen az őrök elsősorban a tisztaságért felelnek. A parkőr felváltott műszakban vagy időmunkarendben végezni a feladatát. Fontos az is, hogy ők nem hatósági személyek, tehát ha rendbontást, nem odaillő személyeket, illetve cselekedeteket látnak, akkor nyilván figyelmeztetik az illetőt, illetve a náluk lévő mobiltelefonnal a rendőrségnek, illetve a közterületfelügyeletnek be tudnak szólni. Kezdetben Székesfehérvár parkőrei próbaüzemben végzik feladataikat a város három legfrekventáltabb helyén. A Városgondnokság emberei három elektromos robogót kaptak a munkavégzéshez. Úgy hatékony a munkavégzés, hogyha gyorsan tudnak közlekedni. Elég nagy területekről van szó, tehát itt a belvárosban is azért az Icsi-liget, Rózsa-liget, Jávor-Otto tér, Országzászló tér, tehát azért ezek nagy területek, sokkal gyorsabban át tudnak érni az egyik területről a másikra, hogyha ezeket a kis robogókat, elektromos robogókat használják, mint hogyha sétálnának. A park őrszolgálatot ellátó személyek a parkokban a hét minden napján jelen lesznek, reggel 8-tól este 18 óráig.